mellettem áll Csapó szervezet elnöke, a mai napnak, a mai rendezvénynek a két szakszervezet a házigazdája. Miért vagyunk itt? Köszönjük szépen! Mai nagygyűlésünk legfontosabb célja, hogy korrekten tájékoztassuk a közvéleményt a Dunafer társaságcsoporttal kialakult válságos helyzetről, felhívjuk a város és a vonzás körzetében élők figyelmét a válságos helyzetből adódó várható negatív következményekre. A nagygyűlésünkkel motiválni szeretnénk a felelős kormányzati erőket, a politika helyi meghatározó szereplőit annak érdekében, hogy az európai válságkezelésben és gazdaságkezelésben már eddig megvalósult gyakorlathoz igazodóan lépjenek fel a Dunafernél folyó nyersvas és acélgyártás megmaradása érdekében. Köszönöm. A két szakszervezet úgy ítéli meg, hogy a 24. órában vagyunk, mert közeleg április 30-a az a nagyon fontos dátum, amely azért lényeges számunkra, mert az egyes számú kohó idei üzembejezése érdekében eddig meg kellene kötni a szerződéseket és megrendelni a felújításhoz szükséges anyagokat. Ez azt jelenti, hogy április 30-áig az orosz főrészvényesnek most már el kellene végleg dönteni, hogy üzembe kívánja helyezni az egyes kohót. A mai napon a felelős kormányzati erőknek és a politikusoknak itt akarjuk a tudomására hozni, hogy most már nem a Dunaferről van szó, mert az egyes kó leállítása messze, messze túlmutat a Dunaferem. Tisztelt nagygyűlés! Azért vagyunk itt, mert a két szakszervezet nem nézi, és nem is nézheti ölvetett kézzel azokat a véleményünk szerint aggasztó negatív folyamatokat, amelyek a Dunafer elmúlt egyéves sorsát beárnyékolják. Nem nézhetjük tétlenül, de ti sem nézhetitek tétlenül, hogy az ipari és a banktőve játékszerévé váljunk, nem tűrhetjük, hogy 3-4 ezer ember sorsával játszanak, netántán még a gyárat is bezárhassák.